Az Arbofest az egy rendezvénycsokor, effektív három rendezvényt foglalt magába. Pénteken az Arbofóniával kezdtünk, 7 órakor, ez egy gála műsor volt, ahol a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete, a Kabaretta Női Kar, a Gödöllői Tánc Együttes és a Fúvó Zenekar közösen adott elő egy produkciót, ami én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon minőségi, és erre a színpadra tervezett egyveleg volt, kihasználva a színpadnak az adottságait, és végre először már nagyon régóta terveztük ezt, hogy ezt megvalósítjuk, hogy tényleg ide alakítunk valamit, és ez most megtörtént. Hadd kérdezzem meg ezt a színpadot, hát ezt kitalálta ki, mert zseniális. A Bölcs színpadnak a története az ezelőtt 25-30 éve kezdődött, amikor Ferenczi Anna és Kecskés József álmodta meg erre a területre kifejezetten komoly zenei produkciókat befogadó színpadnak szánták, és akkor hát úgy tudom, hogy azért több évig eltartott maga az építkezés, meg utána is fejlesztették, tehát effektív ezelőtt még 20 évvel funkcionált ez a színpad produkcióknak a befogadására. Érdekessége volt például, hogy ami most már csak nyomokban látszik, voltak ilyen kis ülőkék a két oldalt a völgyben. Egyrészt hát az a hír járja, hogy fantasztikus adottságai voltak így akusztikában ezek az oldalsó ülőkéken, nagyon jó volt a térhangélmény. Másrészt meg hát nagyon nagy számokat is hallottam már, hogy itt 1000 fő fölötti előadásokat bonyolítottak a Völgy színpadon. Azt most így kicsike soknak tartom azért, de hát hogyha már ilyen 800 és 1000 fő környékén gondolkozhattak, már azok nagyon szép létszámú előadások lehettek, és mondták, hogy messzi földről jöttek előadások is, meg vendégek is. Ide aztán utána sajnos a területnek, az arborétumnak a kezelői joga az elkezdett vándorolni az állami vagyonkezelőtől, volt a városnál is, volt utána az RT-hez került, és most a Pirisi Park erdőnél van, hála az égnek. És ebbe az imankos időben az elmúlt 20 évben jóformán így nem az, hogy megszűnt létezni, de kikopott a köztudatból maga az arborétum is, és ezzel együtt a Bölcs színpad is. Most az Arbofestnek az elsődleges célja az volt, hogy újra pozícionálja, újra bemutassa az arborétum adta lehetőségeket, és ez volt a legfőbb vezérünk, hogy ezt nekünk, hogyha látjuk a lehetőséget, hogy ezen változtathatunk, akkor kötelességünk ezt megtenni. És akkor jött a lehetőség, mi a Pirisi Parkerdővel dolgozunk egyéb területen is együtt, és szerencsére jókor, jó helyen hallottuk a lehetőséget, hogy most végre valaki már aláírhat egy ilyen befogadó nyilatkozatot, hogy itt lehet rendezvény. Így született meg az Arbofest első alkalommal, ami mondták, hogy azért óvatosan, mert egyébként az arborétumban 3-4 ezres rendezvények voltak, tehát 40 hektáros rendezvényterület van körülbelül, egymáshoz jól összeállított úthálózattal, jól felfejlesztett rendezvényterület ez. Kifejezetten erre a célra álmodták meg annó. Mikor volt az első? És ez hanyadik? 2013-ban volt az első. Akkor hát ilyen másfél hónapos kapkodással rendeztük meg, már kaptunk egy időpontot, láttuk a lehetőséget, muszáj volt nekiállni, úgyhogy nagyon gyorsan kellett cselekedni, meg reklámot alig-alig tudtuk megvalósítani, de mégis eljöttek 1500 fő fölött az érdeklődők, és akkor azért az nekünk egy nagyon nagy előremutatás, hogy ezzel ténylegesen foglalkozni kellett, akkor nagy tervek is voltak, hogy majd folytatjuk, és még más előadásokat is hozunk ide a Bölcs színpadra, de azért hát még az amatőrök is voltunk, meg eléggé nagy feladat bármilyen rendezvényt is legálisan, profi módon egy arborétumba kihelyezni, akkor még nem voltak megfelelő eszközeink, most már azért egyre több van, hála az égnek, és egyre könnyebben megy az, hogy mondjuk a Bölcs színpadon egy előadást vagy egy alkalmat összehozzunk. Aztán utána 2014-ben még sikeresebb lett a rendezvény, csak sajnos elmosta az eső. Nagyon szépen elindultak a délelőtti programok, szép idő is volt, és akkor hirtelen egy akkora felhőszakadás jött, hogy menteni kellett ez a művészeket a Bölcs színpadról. Ott van egy olyan útrész, ahol elég nehéz fölmenni esőbe. És hát egy akkora hiányérzetünk maradt, hogy eszméletlen. Rengeteg munkával leszerveztünk egy fél napot effektív,
Úgyhogy most 2015-ös Arbofestnek már úgy álltunk neki, hogy egyrészt széthúztuk a rendezvényt, ezért találtuk ki azt, hogy pénteken is, szombaton is és vasárnap is legyenek programok az Arborétumban. És egy hónappal későbbre raktuk, úgyhogy most június 13-án, 12-13-14-én volt megrendezve. Most szélsőségek között mozogva, most nem hatalmas nagy özönvízszerű esőzések, hanem hőségriadó volt, de azért a lombok alatt így is megtalálta a rendezvény azt a hangulatot, amit szántunk neki, azt a csendes, de mégis tartalmas, és mindenki számára egy ilyen mosolyt, örömet okozó együttlétet. Most a folk volt a fő tematika, a térség hagyományainak az őrzése. Első körben arra mentünk rá, hogy vagy az volt a fő célunk, hogy a magyar hagyományokat így összegyűjtjük, és akkor azt így jó közösen tálalva mutatjuk be, hogy itt a térségben milyen szokások voltak a jellemzőek. Viszont hát a szervezés közben nagyon nagy tapasztalatok vannak és tanulságok. Például az volt az egyik, hogy a nemzetiségi önkormányzatokat nem szabad kihagyni a körből, mert ők voltak a legaktívabbak, és nagyon komoly műsorokat hoztak hozzánk. Szerencsére még az elsőknél észrevettük, hogy a részükről nagy aktivitás lenne, úgyhogy gyorsan felvettük velük is a kontaktot. Ennek köszönhetően a körönön elhelyezett folk színpad az egész nap ontotta magából a kultúrát és a hagyományokat nagyon jó kis közjátékokkal, táncokkal, énekekkel megspékelve, gyönyörű népviseletek voltak az egész rendezvény területen. Úgyhogy a tematika az működött, nagyon-nagyon szerettük. Első napon volt az Argofónia, ez a gála műsor, Horváth Zoltán szervezésében. Nagyon köszönöm neki a munkát, mert én szerintem nagyon profin és szép dolgot tett le az asztalra. Aztán szombaton a klasszikus Arbofest, az a családi nap, amit már effektív megszokhattak az emberek tőlünk, meg az Arbofesttől, de én úgy gondolom, hogy annyira jól megtalálta a formáját, hogy most még nem kell ezen változtatni, nem kell mindig új korszakalkotó dolgokkal előrukkolni, ez így jó, ahogy van. Mi inkább idén most arra mentünk rá, hogy a rendezvény technikailag sokkal jobban legyen megoldva, sokkal profibb legyen a mi munkánk, és hát ez sikerült is. Egy 14 tagú szervezőséggel, én úgy gondolom, hogy minden szépen ütemben betartva, ahogy terveztük, ezt meg is tudtuk valósítani, úgyhogy az Arbofest alkotói körnek fokozottan köszönöm azt az áldozatos munkáját, amivel itt tényleg egymás segítve dolgoztunk az Arborétumban. Bár megint esett az eső a felkészülési időszakban, és azért voltak itt bőséggel problémák, meg improvizáció, amit meg kellett oldani, de egy élmény volt a közös munka. Talán most először éreztem azt, hogy igazi csapatmunka van az Arbofest mögött. Utána a vasárnapi napot egy sokkal csendesebb, nyugodtabb együttlétnek, inkább a pihenésnek és a töltődésnek, az egészséges életmódnak szántuk. Több egészségcentrum vonult ki ide a Völgyszínpad fölé, meg a Völgyszínpadon koncertek lettek tervezve. Hát most már azért többedik időpontot teszteljük effektív, hogy ez az Arbofest mikor találja meg a legjobban a helyét az évben. Most ugye a tavalyi évekhez képest egy hónapot toltuk, így június közepén került megrendezésre. Nagyon szerettük így is,
de egyrészt hát nagyon féltjük az arborétumot, azért ilyenkor, már amikor ilyen hőségriadók vannak, akkor a szárazság is egy veszélyforrás. Sok ezer embert kivonzani az arborétumba ilyenkor, azért nagy felelősség, meg nagy kockázat, bár tűzvédelmi szempontból nagyon túlbiztosítjuk a rendezvényt mindig, de én úgy gondolom, hogy jövőre egy kicsikét visszább húzzuk, tehát inkább így a május vége, június legeleje talán, amikor azért még egy ilyen tavaszi hangulat van, amikor éled a természet, akkor a legjobb az arborétum, vagy akkor is nagyon jó az arborétumban lenni, de talán akkor a legjobb az Arborfestnek az időpontja. Kockázatos, tehát az, hogy az időjárással, az időjárásnak ennyire ki vagyunk szolgáltatva, az azért az mindig egy kockázati faktor, de hát muszáj kockáztatni azért egy ilyen szabadtéri rendezvény esetében. Az Arborfestnek azért a célközönsége az mindig a család. És a családon keresztül szeretnénk elérni a különböző korosztályokat. Én úgy gondolom, hogy a környezeti adottságok ehhez kifejezetten jók, hogy mondjuk több generáció egyszerre tudjon jól szórakozni. És Gödöllő esetében szerintem ez cél is, hogy nem szétszakítani így a kultúrákat és a generációkat, hanem hogyha így egyszerre jól tudjuk magunkat együtt érezni, akkor alakítsuk ki ennek a lehetőségét, úgyhogy külön könnyű zenei fellépőkre nagy hangsúlyt fektettünk, de ugyanúgy a hagyományőrzésre és ugyanúgy a gyerekprogramokra szintén nagy hangsúlyt fektettünk. Azt szeretnénk elérni, hogy itt több generáció élvezze a rendezvényt egyszerre és élvezze egymás társaságát. Az egész arborétum 130 hektáros, és maga az a rendezvény terület, ahova az Arborfest kapott helyet, ami jól ki van alakítva útrendszerre, az 40 hektár, és 7 nagyon jól használható helyszín van ezek között ebben a 40 hektárban. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a helyszíni adottságaink kiválóak ahhoz, hogy egy olyan rendezvényt tudjunk megvalósítani, ami minden korosztály számára kielégítő és értékes. Már az első pillanattól kezdve is több 10 éves táblatban gondolkozunk. Ezt hát én személy szerint is, azok az emberek, akikkel együtt dolgozunk benne, nagyjából mindannyian így érezzük, hogy ezt nem csak egy-egy alkalomért csináljuk, hanem hogy ezzel mi foglalkozhassunk, hogy jó gazdája legyünk ennek a témának. Szeretnénk fejleszteni a rendezvényt. Egyrészt mi is fejlődni akarunk hozzá, mert minden évben jönnek az újabbnál újabb tapasztalatok. Mind reklámban, mind megvalósításban, mind apró kicsi technikai részletekben. Én úgy gondolom, hogy megtanulunk az arborétumban jó rendezvényt csinálni, és utána már egyre könnyebben és könnyebben fog menni. A tematikát pedig mindig aktualizálni fogjuk majd, de mindig nagy szeretettel és inkább elkötelezettséggel fogjuk majd alakítani a továbbiakba is.